A léleknek egy fontos feladata van ebbe az életbe, felébreszteni Isten iránti szeretetet. Mit jelent, hogy szeretet? A szeretet, ez azt jelenti, nagyon érzékeny lenni. Aki szeret, ő érzékeny. A húsevés például nagyon drasztikusan tompítja érzékenységet. Mert itt a példa, hogy az az ember, aki érzi húsevést, semmit nem érez, hogy itt most valaki meghalt, valakit megölték. Én finanszíroztam a boltba a húst és a vágóhídon, ezért meg kellett szakítani valakinek az életét, hogy én megegyek. És már ez a tény, hogy mi nem érzékeljünk, nem esik nekünk egy, ez rosszul, hanem ha mi a baj, akkor ez egy már nagy akadály, hogy a lélek tapasztaljon a lelki szeretetet, mert érzéktelen. Ez történik, ez az erőszak, ez a szenvedély érzékteleníti teszi az embert. És ezért, amikor valaki vegetariánus, ez az alap, ott van esély kifinomítani az érzékenységet. A húsevő embernek esélytelen. Inkább agresszívabb lesz, még jobban érzéktelenebb mások a fájdalmáért, és így végtelenségig. A háború, gyilkosság, ebből mindig, a vége mindig rossz, hogy ő maga meg fog halni.